Nehéz nem gyűlölni. Embereket, dolgokat, intézményeket. Mikor megtörik a lelked és örömmel nézik, ahogy vérzel, a gyűlölet az egyetlen érzés, aminek értelme van. De tudom, mit tesz a gyűlölet egy emberrel. Széttépi őt. Teljesen mássá formálja át. Olyanná, amilyen sosem szeretett volna lenni. Ezt kell elmondanom nektek. Hogy tudjátok, mennyire igyekszem elkerülni, hogy a szívemben érzett borzalmak súlya rám omoljon. Néha az életem halálos kötéltáncnak érződik. Amit érzek, ütközik azzal, amit tennem kell. Ösztönös reakciók adják a megoldást, jóval megelőzve a gondolataimat. Amikor visszagondolok a napomra, rájövök, hogy a nagy részében a tegnapi nap kárait takarítottam fel. Ebben az életben nincs jövőm. Nincs másom, csak a nyugtalanság és a bűntudat. Három napja eltemettem a legjobb barátomat. Nem tudtam aludni, szeretlek. És bármilyen elcsépelten hangzik, egy részem is vele halt. Egy részem, amit alig ismertem. Egy részem, amit nem látok többé. Minden nap egy új doboz, fiúk. Kinyitjátok, és megnézitek, mi van benne. Ti döntitek el, hogy ajándékos doboz-e, vagy koporsó.